Hamarosan a célegyenesre fordulnak a munkálatok klubunk új akadémiájának helyszínén. Legutóbbi látogatásunk óta a kirakósnak újabb darabjai kerültek a helyére. Erről bővebben akadémiánk szakmai igazgatója Székely Zsolt beszélt stábunknak. Elsősorban ami nagy újdonság, az utaknak a helyzete, a belső úthálózat ki van jelölve, hogy merre mennek az utak, elkezdték a térkövezést. Ugye a hátsó három pálya, a 6-os, 5-ös, 4-es az teljesen készen van. A hármasnál az altalaj abszolút azt várja már, hogy csak befejezzék a végső munkákat. A 2-es, 1-esnél is már mindent lefektettek, ami a pálya alá kell, tehát a fűtési rendszer, a locsoló rendszer, úgyhogy ott is már a vetés az, ami még hátra van, illetve a lelátó épület az már teljesen készen van így ránézésre. Nyilván még vannak belső munkálatok, de ha ránéz az ember, már látja, hogy milyen lesz a lelátóépület, és hát itt a főépületben is a belső munkálatok folyamatosan haladnak, úgyhogy már látjuk, hogy melyik iroda hol lesz, már mindenki cserélgetne, én inkább azt szeretném, én inkább ezt szeretném, úgyhogy azért nagyon biztatóan néz ki az egész. És hogy betekintést nyerhessünk belülről, hogyan is néz ki a főépület, abban Pintér Ádámtól, ideiglenes tárlatvezetőnktől kaptunk segítséget. Sziasztok! Itt található a videóelemző és meeting room. Gyertek, lessünk be! Szóval itt van a meeting room, videóelemző. Én számomra nagyon fontos volt a pályafutásom során, mert nagyon szerettem az ellenfeleimet kielemezni. Ami jó dolog, hogy mi már az utánpótlástól kezdve elkezdjük képezni a gyerekeket a profi futballra. Nagyon fontos a top bajnokság és mindenféle bajnokságban, hogy tudjuk, hogy ki ellen készülünk. Itt található, ahogy lehet látni, a recepció, itt tudnak majd a szülők a gyerekekkel bejönni az akadémiára. Itt található az egyetlen lift az épületben, ami az irodákhoz vezet majd. A szülők idáig tudnak bejönni, a játékosokat nem tudják bevinni teljesen az öltözőig. Itt le tudnak ülni, itt lesz egy hatalmas nagy büfé. Megérkeztünk az első öltözőhöz. Ahogy látjátok, itt lesznek a mosdók, itt a kézmosó. Ha jövünk egy kicsit hátrébb, itt tudnak majd öltözni a srácok. Hátul található a zuhanyzó, és nagyjából mind a hét öltöző erre a szisztémára épül. Tűzvédelmi okokból 3 darab lépcsőházat kellett létrehozni, ez itt a második. Itt lesz egy szertár, itt mellette láthatóak majd a cipőmosók, jobb oldal található majd az eszköztár. Itt lesz egy nyilvános mosdó, amit még látunk, és folytatjuk a körünket. Nem sok mindent látunk belőle, de itt lesz az étterem, ahol a játékosok profi minőségű ételt fognak kapni. Itt is vagyunk az első emeleten. Az első állomás a sajtószoba, ami közvetlenül a recepció felett található. És itt mögötted, ha megfordulsz, végig a folyosón az irodák találhatóak majd. Nem csak bent, hanem kívül is elég gyorsan folyik a munka. Már láthatjuk a lelátót, hogy kezd elkészülni, és reméljük, hogy folyamatosan és minden egyes mérkőzésen meg lesz telve nézőkkel. Az épület leghátsó részében található a konditerem, ami mögött egy közösségi tér található. A legfejlettebb gépekkel lesz felruházva ez a konditerem, minden adott lesz a játékosoknak. Az első fecske pedig már meg is érkezett. Klubunk U19-es csapatának játékosa, Herceg Botton tekinthette meg akadémistáink közül elsőként, hogy hogyan haladnak a munkálatok. Az első benyomásai pedig magukért beszélnek. Amikor megláttam az elején, nem tudtam elképzelni, hogy vajon jó helyre jöttem-e, mert tényleg ilyen futurisztikus az egész helyzet. Szerintem mindenki nagy örömmel fogja majd azt fogadni, amikor bejelentik, hogy ide kell jönni, és nem a Lantosra. Persze a Lantos is egy jó hely, de azért ez sokkal lenyűgözőbb ez az egész komplexum. Ugye itt nincsen az, hogy át kell utazni busszal. Nincs az, hogy emiatt ugye előbb kell érkezni, és kapkodni kell ugye a társaknak, mert van, akinek ugye így az nehezen jön ki az iskola mellett, hogy beérjen időben a suliból az edzésre, és ugye közben át is érjünk a salgóra. A pályák minősége is eléggé jól meg fog oldódni, amiket így látok, hogy mik lesznek, és hogy néznek ki ezek a pályák, szóval nincsenek szavak sem. Nagyon várom egyszerűen, hogy végre erre a pályára felléphessek. Megtiszteltetés lenne.